Előzetes becslések, jó közepes termésre lehet számítani az őszi szántóföldi növénykultúrákban, tájékoztatott az agrárgazdaságért felelős államtitkár. Áramhálózati fejlesztések. Idén több mint 2,2 milliárd forintot költ az áramhálózat fejlesztésére és karbantartására az E.ON Hungária ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyedülálló projekt. Kóser zöldséget, brokkolit és karfiolt termesztenek majd Kisvárdán. Az előzetes becslések alapján az idén jó közepes termésre lehet számítani az őszi szántóföldi növénykultúrákban, mondta az agrárgazdaságért felelős államtitkár a kelet-magyarországi régió kalászos fajta bemutatóján Szabolcs községben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Cerván György hozzátette, a tavalyi kiugrónak számító termés rekordokat idén biztosan nem fogják elérni ezek a növények, de a gazdálkodók a minőségtől függően jó gazdálkodási évben bizakodhatnak. Dolgoznak a munkagépek ezen a korábbi felvételen. Az előzetes termésbecslések szerint idén közepes termés várható a kalászos, szántóföldi növénykultúrákban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara termésbecslése alapján búzából várhatóan 4,9 millió tonna, árpából 220 ezer tonna, rozsból 83 ezer tonna, őszi káposztarepcéből 777 ezer tonna, míg tritikáléból 410 ezer tonna kerülhet betakarításra. Ezek a becsült mennyiségek a korábbi évekhez képest a búza esetében a közepesnél jobb, míg a többi növényfajta esetében közepes terméseredményt jelentenek. Előzetes termésbecslések rendelkezésre állnak már. Őszi árpa, amely valamivel több mint 200 ezer hektáron került elvetésre, illetve kerül majd reményeink szerint betakarításra, egy olyan 4,8 tonna per hektáros a jelenlegi termésbecslés, ami közepesnek mondható, jó közepesnek mondható, őszi búzánál 960 ezer hektárról beszélünk, és itt olyan 5 tonna körüli az előzetes termésbecslés, ami szintén egy olyan jó közepesnek mondható, illetve az őszi káposztarepcénél a 2,9 tonna, egy olyan 260 ezer hektárról beszélünk, ami szintén jó. A tavalyi rekordokat biztos, hogy nem fogják ezek a növények hozni, hiszen tavaly kiugró évünk volt, de egy olyan közepes, jó közepes évet úgy gondolom, hogy el fogunk tudni érni. Az államtitkár szerint ezek az őszi kalászos növénykultúrák a téli időszakban kisebb-nagyobb fagykárokat szenvedtek el, a repcénél például mintegy 20 ezer hektárt voltak kénytelenek kiszántani a gazdálkodók. Az ezt követő száraz időszakot és az áprilisi fagyokat is megsínylették, de a helyzet nem rossz, a közepes termés elérhető lesz, tette hozzá. Összesen közel 80 ezer hektára történt kárbejelentés, a legnagyobb részben téli, illetve tavaszi fagykára, durván olyan 30-30 ezer hektárról beszélünk, illetve hát az utóbbi hetekben a jégkár bejelentések is megnövekedtek, az ország egyes részein nagyon komoly jégvihar károk voltak. A kárenyhítési rendszerünk az működik, 7 milliárd az az összeg, ami az idei évre rendelkezésre áll a jogos kárigényeknek a teljesítésére. A kárenyhítési szabályokon folyamatosan módosítunk. Egy fontos változás, hogy a légköri aszály bekerült a kár jogcímek közé, illetve az, hogy most már nem üzemenként mérjük a hozamérték csökkenést, hanem növényi kultúránként, tehát nem fordulhat elő az, hogy egyik növény kompenzálja a másiknak a termés kiesését. A területalapú támogatásokkal kapcsolatban Cerván György elmondta, hogy az idei évben eddig 177 ezer gazda nyújtott be egységes kérelmet 4,9 millió hektár területre, a támogatás idei évi keretösszege 224 milliárd forint. Idén több mint 2,2 milliárd forintot költ az áramhálózat fejlesztésére és karbantartására az E.ON Hungária ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az áramszolgáltató Nyíregyházán és Mátészalkán a közvilágítást érintő beruházásokat indít. A Digitális Magyarország programhoz kapcsolódva pedig bővíti hálózati rendszerét, hangzott el a társaság sajtótájékoztatóján.
Ez Nyíregyházán a Bethlen Gábor és a Mező utca forgalmas kereszteződése, ahol hamarosan egy új közlekedési csomópontot épít ki az önkormányzat. A beruházáshoz kapcsolódva megújul a kereszteződés közvilágítási rendszere is. Több mint 15 millió forintból 38 kandellábert és hozzá tartozó földkábelt telepítenek a szakemberek. Hasonló beruházás kezdődik Mátészalkán is. Az áramszolgáltató az áramhálózat fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fordít az üzembiztonságra, a karbantartásra és az új energiaigények kielégítésére. 260 projektet indítunk ebben az évben, ami új igényeket fog kielégíteni, az értéke az pedig 240 millió forint. És ide tartozik azt gondolom a Digitális Magyarország program, aminek szintén jelentős résztvevői vagyunk. Ez 450 millió forintos beruházást jelent, és maga a munka pedig azt jelenti, hogy alkalmassá tesszük a hálózatunkat ezeknek a gyenge áramú rendszereknek a felhelyezésére. A megyében 280 ezer fogyasztót ellátó E.ON több mint 9900 kilométer hosszú vezetékhálózat üzemeltetéséről, fejlesztéséről és karbantartásáról gondoskodik. A vállalatcsoport idén 368 kisebb-nagyobb fejlesztést valósít meg. Ezek egyike az az okostelefon applikáció, amelyet a közvilágítási rendszerben jelentkező üzemzavarok bejelentésére használt 12 megyei település lakossága. Egy olyan mobil applikációról beszélünk, amely alkalmas a közvilágítási hibák bejelentésére, ezáltal hatékonyan, gyorsan a mai kor elvárásainak megfelelő minőségben tudjuk a hibákat felvenni, pontosan be tudjuk azonosítani a helyüket, hiszen az okostelefonok ma már a GPS navigáció, helymeghatározás segítségével egy pontos hibabejelentést tesznek lehetővé, fotót tud az adott felhasználó mellékelni, így számunkra a javítás folyamatát teszi hatékonyabbá, ezáltal rövidebb idő alatt tudjuk megjavítani a hibákat. Az E.ON emellett kísérleti programként magán naperőműveket kiszolgáló energiatárolókat épít ki Nyíregyházán, képzési rendszerében pedig 8 villanyszerelő tanulónak biztosít gyakorlati helyet és lehetőséget. A társaság egyébként a tavainál csak nem 200 millió forinttal nagyobb összeget, összesen 2,2 milliárd forintot fordít az áramhálózat fejlesztésére és karbantartására a megyében. Kóser zöldséget, brokkolit és karfiolt termesztenek majd Kisvárdán. A projekt világszinten egyedülálló. A kivitelező Agrorehab Kft. Vezetője televíziónknak azt mondta, 26 hektáron termesztenek majd rovarmentes zöldségeket, azokat az Amerikai Egyesült Államokba és Izraelbe szállítják. Fényes Litkén is lesz fejlesztő beruházás, ott egy logisztikai központot építenek. Kóser zöldség, azaz teljesen rovarmentes brokkoli és karfiol, ezeket termesztik majd az egyelőre még épülő fóliasátrakban. A világon a legnagyobb kóser zöldség termesztéssel foglalkozó területe vagy társasága leszünk gyakorlatilag. A termékeknek 100%-a külföldre kerül, túlnyomó többségében az Amerikai Egyesült Államokba és Izraelbe. Tehát itt egy olyan projekt kerül megvalósításra, ami nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem a világon is szinte egyedülálló. A vezérigazgató hozzátette, fejlesztésük nem csak Kisvárdát érinti. Két projektről beszélünk, ugye maga a növényházi projekt 2 milliárd forintból épül meg, és épül a Fényes Litkai Ipari Parkban egy európai logisztikai központ, ami ugye Európának a kosher élelmiszer ellátásával fog foglalkozni, tehát a világ minden tájáról érkezik élelmiszer, és szórodik szét Európa minden országában, illetve azokban az országokban értelemszerűen, ahol van fizetőképes és számottevő kereslet, azaz a zsidó populáció nagy alapvetően. A projekt új munkahelyeket is teremt majd. A város számára egy stratégiai cél az, hogy munkahelyeket teremtsünk, és ez egy két ágon indult el jelen pillanatban, egy turizmus irány, a másik irány pedig nyilván olyan gazdasági lehetőséget teremteni, ahol ipari és mezőgazdasági termelés folyhat. Itt a mezőgazdaságról van most szó, egy olyan technológiáról, ami kóser növényeknek a termesztése fog majd folyni. És a másik nagyon fontos eleme a beruházásnak részemről, mint városvezető, hogy közel 200 embernek ad majd munkát, ha teljes egészében felépül.
A fejlesztés a Teichmann telepen valósul meg, az itt található épületekben vallási ellenőröket szállásolnak majd el, ők felügyelik majd a brokkolik és karfiolok rovarmentességét. Valójában a világ legnagyobb karfiol és brokkoli termesztési központja jön létre, és azt gondolom, hogy egy területnek, ha valamiben a világon az első, az önmagában is jelentősége van. És kik segítenek? Hát önmagában a kormány, köszönjük nekik a támogatást, hiszen jelentős összeggel felismerve azt, hogy ez milyen fontos dolog, támogatja ezt a projektet. Maga az Agrorehab, aki kitalálta ezt az ötletet, és volt egy pályotja, ugye ott Gyöngyös környékén is most a nagyot, a több mint 20 hektárt azt itt valósítja meg. Többek között a Baktalóránt házi mezőgazdasági iskola végzős diákjai is csatlakoznak majd a projekthez. Értékes futónövényeket vágtak le ismeretlen tettesek a nyíregyházi északi temető oszlopos urnafaláról. Az okozott kár meghaladja az 1 millió forintot. A temetkezési vállalat feljelentést tett a rendőrségen. Várhatóan a következő 1-2 hétben jelennek meg az idei tanyafejlesztési program pályázatai. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 5 számban indul a nyári budapesti Masters világbajnokságon Szokoldi Anna. A sokszoros világbajnoki és Európa-bajnoki érmes úszónő a 3000 méteres nyílt vízi úszás mellett a 200, a 400 és a 800 méteres gyorsúszásban, valamint a 400 méteres vegyes úszásban áll rajtkőre. Felemás szezont zárta a megyei első osztályban a Vásárosnaményi futballcsapat. A bajnokság felénél 7 ponttal az utolsó helyen állt az együttes, amely tavasszal az új edző Farkas Béla irányításával 31 pontot gyűjtött, és végül a 8. helyen végzett a 15 csapatos mezőnyben. Várhatóan a következő 1-2 hétben jelennek meg az idei tanyafejlesztési program pályázatai. Erre a célra a költségvetési forrásból 1 milliárd 225 millió forintos keret áll rendelkezésre. A potenciális pályázóknak a pályázatok megjelenésétől számítva 30 napjuk van a pályamunkák kidolgozására és elektronikus úton történő benyújtására. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az elmúlt 7 évben 102 pályázatot támogatott a kormány, összesen több mint 500 millió forint értékben, hangzott el egy nyírteleken tartott sajtótájékoztatón. Ilyen és ehhez hasonló tanyák és tanyai gazdaságok kaphatnak támogatást az idei tanyafejlesztési programban. A statisztikák szerint az elmúlt 10 évben egyre többen élnek ilyen település típusokon, számuk körülbelül 300 ezerre tehető. A tanyák fejlesztésére a kormány 2011-ben indított el programot, amelyre költségvetési forrásból idén több mint 1,2 milliárd forintot fordítanak. A forrásokra közösségi és magánszemélyek, valamint fiatal gazdálkodók is pályázhatnak. Alapvetően két típusa van a tanyafejlesztési program pályázatainak. Az egyik az úgynevezett közösségi típusú pályázatok. Ezekre általában önkormányzatok, tanyagondnoki szolgálatok, olyan civil szervezetek, akik a tanyán élők életét és feltételeit kívánják javítani, ők pályázhatnak. És van egy másik típus, ez az úgynevezett egyéni típusú pályázat, amire magánszemélyek pályázhatnak. Itt elsősorban a tanyán való gazdálkodás feltételeinek a javítását kívánjuk ezen keresztül segíteni, és azokat is segíteni szeretnénk, akik csak most tervezik, hogy új tanyagazdaságot építenek. El szeretném mondani, hogy mindegyik pályázati formában kifejezett hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tanyán élők lakó és vagyonbiztonságát segíteni tudjuk, azáltal, hogy korszerű kommunikációs vagyonvédelmi eszközöket tudnak megvásárolni, de azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységét tudjuk fejleszteni. A program keretein belül a zárkerti revitalizációs alprogramra 300 millió forintot különített el a tárca, az erre pályázó önkormányzatok egyedi támogatási kérelmeiket június 25-éig küldhetik meg a Földművelésügyi Minisztérium részére. A Fidesz térségi országgyűlési képviselője valamennyi tanyán élő közösséget arra kért, hogy tájékozódjanak a pályázatokról és használják ki a támogatásban rejlő lehetőségeket. A külterületen élő emberek mindig arra panaszkodnak, hogy ők nem részesülnek a nagyváros vagy a nagyobb települések modern infrastruktúrájából,
Ezt szeretné, ez a tanyafejlesztési program volt már egy ilyen, ahol sikeresen pályáztak az önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek, akár a külterületi utak rendbetételére, akár a szállításra, akár a szolgáltatások biztosítására, vagy olyan infrastruktúrális beruházásokra, amelyekre égetően szükségük volt. Tehát azt látom, hogy nekünk ez a tanyafejlesztési program itt Nyíregyháza és környékén égetően szükséges, fejleszteni szükséges, hogy úgy érezzék az emberek, hogy ők is méltó életet élhetnek. Az idei pályázati kiírások a Földművelésügyi Minisztérium és a Herman Otto Intézet honlapján várhatóan 1-2 hét múlva lesznek elérhetőek, a felhívások megjelenésétől számítva 30 napjuk van a pályázati dokumentációk kidolgozására és elektronikus úton történő benyújtására. A kormány által 2011-ben indított tanyafejlesztési programban az elmúlt 7 évben egyébként 1700 pályázatot támogattak, összesen több mint 8 milliárd forint értékben. Öt számban indul a nyári budapesti Masters világbajnokságon Szokoldi Anna. A sokszoros világbajnoki és Európa-bajnoki érmes úszónő a 3000 méteres nyílt vízi úszás mellett a 200, a 400 és a 800 méteres gyorsúszásban, valamint a 400 méteres vegyes úszásban áll rajtkőre. Gőzerővel készül a nyári Masters világbajnokságra Szokoldi Anna. A 17. vizes világbajnokságot követően augusztus 7-e és 20-a között rendezik meg Budapesten a szeniorok világbajnokságát, amelyre eddig már több mint 6000 úszó nevezett. A nyíregyházi versenyző a számára 2 arannyal és 1 ezüsttel végződő tavalyi londoni Európa-bajnokságot követő pihenő után új edző irányításával kezdte el a felkészülést. Szeptember óta edzek Gyula Sándorral, heti 5 vagy 6 nap attól függ, hogy versenyek miatt hogy tudok edzeni. Hát nagyon erős felkészülés van, 6-7000 métereket úszunk, ma is úgy tudom 7000 méter lesz az adag. Gyula Sándor edző szerint az úszónő edzés munkája és eredményei szép reményekre jogosítanak a világbajnoki szereplést illetően. Eindhovenben például az 1500 méteres gyorsúszásban érte el országos csúcsot a Nyír Senior 97-ese versenyzője. Dia mindent megtesz azért, hogy jól szerepeljen. Az egyik legszorgalmasabb tanítványunk, példát mutat a gyerekeknek. Én remélem, hogy jól fog szerepelni a VB-n. Borzasztó érdekes, hogy nagyon nagy divat lett most senior úszónak lenni. Nagyon sokan készülnek, nagyon sokan akarnak VB-t nyerni, úgyhogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon nehéz küzdelem lesz Diának is. A 2 évvel ezelőtti kazanyi Masters világbajnokságon a 40 és 44 év közöttiek mezőnyében utolsó évesként a 200, a 400 és a 800 méteres gyors úszásban is másodikként ért célba a nyíregyházi sportoló. A korosztályt váltó a 45-49 év közötti korcsoportban újoncként induló úszónő hazai környezetben 5 számban indul majd. Kezdünk augusztus 10-én 3 kilométerre Balatonfüreden, utána lesz 800 gyors, 400 gyors, 200 gyors, meg 400 vegyes, tehát 4 medencés szám és egy nyílt vízi. Nagy reményekkel indulunk, hát azért készülünk ennyit, meg azért úszok a gyerekekkel is, hogy minél jobban tudjak felkészülni, mert eddig egyedül edzettem, most pedig a jövő bajnokai gyerekekkel edzek, 15 gyerekkel. A civilben fogorvosként dolgozó úszónő a hétvégén Csongrádon áll rajtkőre, majd a VB kezdetéig még egy gyulai és egy szlovákiai versenyen csiszolhatja formáját Szokoldi Anna. Felemás szezont zárta a megyei első osztályban a vásárosnaményi futballcsapat. A bajnokság felénél 7 ponttal az utolsó helyen állt az együttes, amely tavasszal az új edző Farkas Béla irányításával 31 pontot gyűjtött, és végül a 8. helyen végzett a 15 csapatos mezőnyben. Újoncként a feljutást kiharcoló edző Tivadar András irányításával vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a vásárosnaményi futballcsapat. Az őszi szereplés messze nem úgy alakult, ahogyan azt a vezetők és a szurkolók elképzelték, a bajnokság első szakaszát követően sokan biztos kiesőnek könyvelték el a naményt. A téli szünetben aztán érkezett Farkas Béla, aki 20 év után tért vissza korábbi sikerei színhelyére, és vele tavasszal szárnyalni kezdett a csapat. A vásárosnamény végül 12 győzelemmel, 2 döntetlennel és 14 vereséggel a 8. helyen zárta a szezont. Az elnökség és a közönség óriási munkát végzett a háttérben, de nyilván a legtöbb pontot a csapat tette hozzá. Köszönet jár nyilván Farkas Béla edzőnek, aki fél évkor bevállalta azt, hogy egy utolsó helyen 7 ponttal tanyázó csapatot átvesz.
ugye a szakói kizárását követően az utolsó helyre kerültünk, és ez még 3 pontunkba is került, így maradt 7 pontunk a végére. Egy nagyon komoly tavasz produkált a csapat fegyelemben, hozzáállásban, mentálisan több volt ez a csapat így, és ez azt jelenti, hogy 31 pontot szereztünk, így a 31 meg 7-38 pontunkkal a megyei első osztályban stabilan bent maradtunk a 8. helyen. Meg kell említenem azt, hogy az ifi csapatunk is nagyon jól szerepelt, a 7. helyet szerezte meg, míg a serdülő csapatunk a megyei bajnokságban, a U16-os korosztályban a 2. helyet szerezte meg. 2004-ben még az NB3 Tisza csoportjának 4. helyén zárta a bajnokságot a Vásárosnamény, aztán megszűnt a nagypályás foci, sőt még a pálya is a városban. Az elmúlt években viszont ismét megpecsült a futball élet Naményban. Meg kell, hogy említsem a foci kapcsán a Gergely-Gornyai csapatot is, hiszen a volt Vásárosnamény eséből kiöregedett ifisták olyat produkáltak, ami megsüvegelendő, hiszen a megyei harmadosztályi bajnokságot megnyerték, és jövőre a megyei második, illetve most már idén a megyei másodosztályban folytathatják majd a küzdelmeket. Így Vásárosnamény nem csak a vizekvárosa, hanem elmondhatjuk, hogy a foci kis fellegvára is. Vitkában megyei harmadosztályi csapatunk van, Gergely-Gornyán megyei másodosztályi csapatunk van, és itt bent Vásárosnamény pedig megyei első osztályú felnőtt foci csapattal büszkélkedhetünk. A Vásárosnaményi csapat július közepén kezdi el a felkészülést, a cél pedig egy, a legutóbbi izgalmaktól mentes idény, amelyet a középmezőnyben szeretne zárni az együttes. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az előzetes becslések alapján az idén jó közepes termésre lehet számítani az őszi szántóföldi növénykultúrákban, mondta az agrárgazdaságért felelős államtitkár a kelet-magyarországi régió kalászos fajta bemutatóján Szabolcs községben. Szerván György hozzátette, a tavalyi kiugrónak számító termésrekordokat idén biztosan nem fogják elérni ezek a növények, de a gazdálkodók a minőségtől függően jó gazdálkodási évben bizakodhatnak. Idén több mint 2,2 milliárd forintot költ az áramhálózat fejlesztésére és karbantartására az E.ON Hungária ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az áramszolgáltató Nyíregyházán és Mátészalkán a közvilágítást érintő beruházásokat indít, a Digitális Magyarország programhoz kapcsolódva pedig bővíti hálózati rendszerét, hangzott el a társaság sajtótájékoztatóján. Kóser zöldséget, brokkolit és karfiolt termesztenek majd Kisvárdán. A projekt világszinten egyedülálló. A kivitelező Agrorehab Kft. Vezetője televíziónknak azt mondta, 26 hektáron termesztenek majd rovarmentes zöldségeket, azokat az Amerikai Egyesült Államokba és Izraelbe szállítják. Fényes Litkén is lesz fejlesztő beruházás, ott egy logisztikai központot építenek. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták június 9-én pénteken. Friss hírekkel hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat pedig elérhetik honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Eleinte még száraz, meleg levegő érkezik fölénk, majd szombaton egy gyenge hidegfront vonul át felettünk. Reggelig gyengén felhős időjárás várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többször megnövekszik a felhőzet, több-kevesebb napsütés is várható. Zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, szombaton hidegfronti hatás lesz térségünkben. Vasárnapra a hideg front elhagyja térségünket, a mérsékelten meleg időt hétfőtől intenzív fölmelegedés váltja. Kedden újabb hidegfront érkezik, hatására a jövő hét közepére ismét mérséklődik a nappali felmelegedés mértéke. Az átvonuló időjárási frontok jövő hét szerdáig a számítások szerint területi átlagban jelentős esőt nem hoznak.